Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Halász János, és nem úgy, ahogy mondtam, hogy a Fidesz frakció az idáig rendben van, a Fidesz frakció szóvivője, a Magyarországgyűlés tagja. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen az időjárás makor a hajnali órákban a Civisvárosban? Hát egy kicsit rosszabb, mint tegnap. Egy ilyen ősztél közötti időjárás van. Annyira nem tél, de nem szeretem az ilyet. Mennyire veszik tudomásul a debreceni polgártársak, hogy nem rohangálunk a plázákba, és mindenhol csak apránként megyünk be? Hát én nem voltam, de úgy hallottam, hogy sokan vásároltak tegnap, de fegyelmezetten, ami azt jelenti, hogy maszkban odafigyelve. A tömegközlekedésen is nagyon fegyelmezetten közlekedik mindenki, de nem ez senkinek, de egyelőre jól védekezik Debrecen, bár nem egyszerűek a számok itthon. Hajdúbihar megy a negyedik legfertőzöttebb megye az országban. És Debrecen is egy nagy város nyilván, ahol a fertőzés szám ennek megfelelően arányos. Oda kell figyelnünk, most az a cél, hogy ellaposítsuk ezt a görbét, hogy elérjük a platót, hogy ne emelkedjen már nagyobb mértékben a fertőzöttek száma, és ebben a megelőzés, a korlátozó intézkedések betartása az rettentően fontos. Az elmúlt napokban a média központjába került Debrecen város repülőtere. Ugye az újraindításhoz pénzre van szükség, ami, ha jól értem, Debrecen városának éppen túl sok nincsen, így a kormány esetleg 50%-át megvásárolná a részvényeknek. Ez két típus dolog. Nem csak az újraindításhoz kérdés, hanem egyáltalán az egész repülőtér fejlesztéséhez. Nekünk megvan erre az elképzelésünk, hogy hogyan kellene fejleszteni a repülőteret. Ez a repülőtér egyébként a Ferihegyi után egyetlen, amely nemzetközi és forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az utóbbi években a város saját pénzéből nagyon sokat költött fejlesztésre, de szeretném lépni most a járvány időszakban, ez nagyon fontos. Ez az egyik kérdés. És ebben a kormány sokat tud segíteni, hát stratégiai kérdés, a reptér az közösségi állami tulajdonban maradjon. Ez lehet önkormányzat, lehet az állam. Tehát ebben a tekintetben ez egy pontos, jó lépés, jobb, mint hogyha egy volna be. Illetve hát a másik az, hogy itt majd átgondolni ezt a dolgot. Ez most egy szándék, és a szándékot ma tárgyalások után kell valósággá formálni, és ezt meg is teszi polgármester úr, a csapata előkészítik, és majd amikor már nem lesz veszélyhelyzet, amikor már rendes közgyűlés is lesz, a közgyűlési tagok tudnak dönteni néhány hónap múlva erről, de addig is el kell kezdeni a munkát, ez egy hosszú, komoly munka, egy ilyen ügyletnek a készítése, és ez egy olyan megállapodás lesz, ami mindenkinek jó, jó az államnak, és jó Debrecennek, a debreceniaknek. Debrecen városát ismerő szakújságírók azt a kérdést teszik fel, hogy nem-e nyújtózkodtak túl a paplanon, hisz megvásároltak gyorsan, illetve visszavásároltak egy sportegyesületet is. Nem nyújtózkodtunk túl a paplanon. Itt arról van szó, hogy a városnak a hagyományaihoz hozzátartoznak dolgok. Nyilván a régmúlt dolgok is hozzátartoznak, de azok az elmúlt időszakban nagyon fontos ügyek, mint például ilyen a Loki volt, hiszen sorozatosan lettünk baj a 2000-es évektől, játszottunk BL-ben. Egy felnövekvő nemzetnek a... Ime az igazolás, hogy nem nyújtózkodott túl a paplanon, hanem be se takarózott rendesen. Na szóval, hogy az a helyzet, hogy egy olyan dologról van szó, amely sok-sok debreceni szívét megmerengeti, amikor jól játszik a csapat, és az a célunk, hogy jól játszon, és egy jól működő sportegyesületi modell is alakuljon ki, amely egyébként egy egyesületi tulajdonban van. És ez zajlik most, ez a folyamat. Mellesleg tegnap este nyert a csapat egy rakó, Budaörsel a második, Debrecen az első,
idegenben játszottunk, és nyertünk 4-3-ra. Gratulálok az eredményhez. Hogy érdemes ezt a modellt végigcsinálni. Köszönjük szépen. Mennyire tudja Debrecen betölteni azt a feladatát, hogy tulajdonképpen a történelmi Magyarország, Magyarországon kívüli magyar lakta városainak tulajdonképpen az összekötő központja legyen? Hát ezért is van a repülőtér is, nagyon sokan onnét jönnek át. Ugye ott most választások voltak, az RMDSZ-nek sikerült is bekerülni, ez idáig a pozitív, a negatív, hogy a szélső jobb oldal is bekerült, amivel azért majd meg kell küzdeni. Hogy fognak önök megküzdeni mindezzel, annélkül, hogy beavatkoznánk a szomszédnak a belpolitikájába? Van egy jól elindult, egy jól működő rendszere már ennek. Debrecen ugye itt fekszik, Kárpátalja, Párcium itt van mellettünk. A vállaláson túl a földrajzi adottság is adja magát, adja azt, hogy ezt a szerepet mi nagyvárosként lássuk be, lássuk el. Ugye azt a szerepet, hogy itt egy olyan régióközpont legyünk, amely nem csak határon belüli magyarságra figyel, hanem határon túliakra is, és mindenkire, aki ezen a területen lakik. A határon túli magyarokkal kapcsolatosan ugye vannak olyan programjaink, amelyek segítik élőket, ez főleg Kárpátára igaz, Debrecennek sok ilyen működő programja van volt, és nagyon élénk a kapcsolat és a gazdasági kapcsolat is Párciummal, Nagyváradtal és környékével. Egyébként politikai kapcsolataink is vannak, nyilván az ott választott vezetőkkel. Most, hogy a romániai választás kapcsán az RMDSZ újra bejut az ottani parlamentbe, amihez nagy örömmel gratulálunk, és nagyon-nagyon nagyra tartjuk ezt az eredményt. Most újra olyan partnereink is lehetnek, vannak, voltak, lesznek, akikkel ezt az együttműködni politikai szinten is könnyű működtetni, mert ők is magyar egyszer egy fogják ezt érni. Nagyon jó remények nézünk a következő évek elé is. Ma a parlament tovább folytatja a munkáját. Mikor érkezik a parlamentbe? 11-kor kezdődik a házülése. És most úgynevezett hét van, második hét, ilyenkor nincsenek szavazások, napi rend előtti hozzászólások vannak, majd pedig kérdések következnek. Ilyenkor 10-kor tudtam érkezni, ahhoz el kell indulni arról 9 előtt egy kicsit, hogy odaérjen az ember kényelmesen, és hogy is mondjam, biztosan. A jövő hét majd a parlamentben, hiszen akkor egyrészt lezárjuk ezt az őszi ülésszakot, hiszen ahogy az a szabályokban is van, az december 15-ig tarthat, és lesz sok szavazásunk, többek között kétharmados szavazások is. Változtatunk majd komoly dolgokon, de hát addig még egészen 8 napnak el kell tennie. Addig még találkozunk. A nap ezen a héten, a második héten hozzá fog szólni valamihez? Nem, ezen a héten nem tervezem. Múlt héten volt napi rend előtti hozzászólásom, jövő héten pedig még meglátjuk, azt mindig hétfőn dönti el, mint frakció, hogy ki szól hozzá napi rend előtt. Most csak maximum az újságíróknak megmagyarázza, hogy a frakció tagjai mit miért mondtak. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, óvatosan vezessen, mérik a sebességet, és az út megcsúszik. És aki jól vezet, láttam Debrecen és környékén, annak csokoládé Mikulást adnak. Nem tudom, hogy ez még ma is működik, úgyhogy küzdjön meg ezért. Köszönöm, hogy velünk volt, előzetesek, és jövünk vissza. Az elmúlt percig...